Elkezdődött a szünidő a gyermekek biztonságára, amivel többen felügyelet nélkül vannak ilyenkor, még jobban figyelni kell. A szülők jó, ha beszélgetnek a csemetéikkel, tudatosítják bennük például, hogy a közlekedésben körültekintőnek kell lenni. Ha egyedül vannak otthon, legyen olyan telefonszám, amit fel tudnak hívni probléma esetén. Fontos az, hogy a gyerekek tudják, hogy a bizony, -bizony a bejárati ajtókat, a kaput, a lakásajtót be kell zárni, erről meg kell győződni, és a zárva kell tartani. Abban az esetben, ha idegen számára ismeretlen személy próbál oda bejutni, vagy csenget, akkor senkinek ne nyisson ajtót, csak annak, akinek feltétlenül a szülei megengedték, illetve arról tudomásuk van meg kell beszélni a szülőkkel, a gyerekeknek, hogy hova szeretnének elmenni barátokhoz, ilyenkor ugye azért bandáznak. A bűnmegelőzési osztályvezető hozzátette, az útvonalat is meg kell beszélni. Fontos, hogy forgalmas út legyen, ahol sok személy van, ha segítségre szorul a fiatal, legyen kihez fordulni. Egy telefonnal pedig jelezze a gyermek, hogy megérkezett az adott címre. A gépjárművekben fél percre sem hagyjunk gyermeket, mert pillanatok alatt felmelegszik a levegő és a tragédiához vezethet. Minél többet vagyunk napon, akkor erre hozzá kell adni még egy két decit. Mert... A kisebb gyermekek számára nem mindegy, hogy mennyi folyadékot iszik a nagy melegben. Az óvodás korúaknál például legalább 1,3 liter folyadék a minimum mennyiség. Erről már mosolygó Éva házi orvos beszélt híradónknak. Strandolásnál pedig folyamatosan figyelni kell a gyerekekre. Egy nagyon fontos szabályt most a sajnálatos eset kapcsán, amikor a, az osztálykirándulásban egy gyermek meghalt. Ennek kapcsán szeretnék elmondani, hogy 10-12 éves korig a gyermek, amikor vízben van, akkor a szülőnek a szeme a gyerekem van. Egyetlen percig sem távol szülőnek vagy a felügyelőnek, aki felelértük. Ugyanis ebben a mentési távolságban kell, hogy legyen a felnőtt. A házi orvos hozzátette az okos eszközök mellől próbáljuk kimozdítani a gyerekeket nyáron, kirándulással, mozizással, olyan programokkal, amelyek élményt nyújtanak számukra.